Köszöntöm nézőinket, Lipták Péter vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai Bonyhádi naplóban. A Nemzeti Összetartozás napját ünnepelték Bonyhádon. A kitelepítettekre emlékeztek. A Völgységi Felvidéki Közösség tagjai ünnepeltek pünköst hétfőn. MCC nyílt napot tartottak Bonyhádon. Megtelt a Molyosi Sportpálya a Városi Gyermeknapon. Felkészült a nyári szezonra a bonyhádi termálfürdő. Június 3-án ünnepélyes keretek között emlékeztek meg Bonyhádon a Nemzeti Összetartozás napjáról és a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójáról. Az ünnepélyen Szabó Tibor alpolgármester mondott beszédet, majd elhelyezték az emlékezés koszorúit a bonyhádi Vörösmarty téren az országzászlónál. Az emlékezés koszorúit helyezték el a trianoni emlékműnél Bonyhádon a Nemzeti Összetartozás napján szervezett ünnepségen. Ennek a napnak a tiszteletére az ország számos pontján tartottak megemlékezéseket, Bonyhádon a város alpolgármestere Szabó Tibor mondott ünnepi beszédet az egybegyűlteknek. Trianonról megemlékezni az hosszú évekig, mondjuk menjünk vissza a kezdetekig, 1920-hoz, utána évekig hát tulajdonképpen siratták a megcsonkított országot, viszont az is igaz, hogy abban az időben olyan politika volt, hogy azonnal nekiálltak, és azonnal újra építették az országot, úgy az ipart, a gazdaságot, mint az oktatást, egészségügyet, stb. Aztán ugye jöttek a nehéz idők, jött a II. Világháború, azután a szovjet megszállás. Ebben a szovjet megszállásos időszakban, abban a 40 évben még beszélni se szabad a Trianonról. Aztán elérkezett a rendszerváltás, amikor újra elkezdtük siratni, már hangosan és kinn az utcán a megcsonkított hazánkat, és azt láttuk, hogy azt éreztük, hogy valami még mindig nem nincs rendben ezzel a dologgal, valami újat kellene, valami mást kellene csinálni. Mi már a sodróvíztükrén, a gyors jelenben látjuk arcunkat, s a törvényt tűrni, a bölcsek ételén a bors, okulni szükség. Az országgyűlés 2010. május 31-én nyilvánította a Nemzeti Összetartozás napjává június 4-ét, az első világháborút lezáró trianoni békediktátum aláírásának napját. Ez egyben meghirdette az új évszázad kezdetét is, illetve az előző 100 évhez képest egy új 100 évet hirdetett meg, ami abban nyilvánul meg, hogy ezentúl ugyan emlékeznünk kell Trianonra, és el kell mondani gyermekeinknek is, de sokkal fontosabb lesz a nemzeti összetartozás és az ehhez kapcsolódó sikerek. Hiszen másképpen nem is tudunk sikeresek lenni Európában, mi magyarok, csak úgy, hogyha az egész nemzet összefog, mindenki egy irányba halad, és ennek fényes jeleit látjuk már az elmúlt évtizedben, tehát 2010 óta, amióta a polgári kormányban egész más világban élünk. A két háború között és a rendszerváltás után a trianoni emlékművekre többnyire azt írták, semmi sem tart örökké. A Nemzeti Összetartozás napja azt üzeni, van, ami örökké tart, összetartozásunk. Idén is megemlékeztek a Felvidékről, a II. Világháború után Magyarországra telepítettek tízezreiről Bonyhádon. A mostani megemlékezésen különösen sokan vettek részt, rengetegen érkeztek a külhoni magyarok lakta területekről. A hagyományokhoz hűen idén is katolikus szentmisével kezdődött a megemlékezés Bonyhádon pünköst hétfőn. Dietik a holmiukat és a bútorokat. Többet viszont nem. Csak a személyes tárgyaik maradtak azoknak a Felvidékről Magyarországra telepített állampolgároknak, akik a Benes dekrétum áldozataként maradtak fönn a történelem sodrásában. Rájuk emlékeztek június első hetében, pünköst hétfőn Bonyhádon. Szép a mező, meg szépül a virágtól, magyartól a sarga kendős kis janytól. 1947 és 49 eleje között több mint 76 ezer Felvidékén élő magyar gyereket, felnőttet és időset kényszerítettek arra, hogy házaikat, földjeiket hátrahagyva Trianon utáni Magyarország területén telepedjenek le.
A Benes dekrétum magyar áldozatainak fűtetlen marhavagonokban kellett végleg elhagyniuk szűrőföldjüket. Rájuk emlékeztek most. Van 6 felvidéki település, akikkel szoros kapcsolatban állunk. Kulturális rendezvényeiken felkeressük őket, meghívnak bennünket, illetve mi pedig azt a hagyományt alakítottuk ki, hogy minden nagy találkozó alkalmával valamelyik felvidéki település bemutatkozik. Ez így történt most is. Alsószeliből érkeztek nagyon sokan egy busszal, és az ő tánccsoportjuk adja ma a kulturális műsornak a gerincét, illetve mesemondójuk is lesz. A bonyhádi hagyományőrzőknek köszönhetően az elmúlt években nem csak a városban, de az egész régióban megerősödtek a felvidéki magyar kapcsolatok. Nem csak Alsószeliből, hanem Félről érkeztek, még Udvardról, Tardoskedről. A leginkább Tardoskeddel tartjuk a kapcsolatot. Ott a augusztus 20-ai Szent István napokon rendszeresen föllép a kórusunk. A többi csoporttal is tartjuk a kapcsolatot, viszont hát az volt az érdekes, hogy amikor itt elkezdtük a találkozókat, akkor meghívtuk azokat a polgármestereket, ahova az ő falujukból a legtöbb embert telepítették, és addig-addig, hogy nagyon sok ilyen testvér kapcsolat alakult ki. Például a Mórágyiaknak van kapcsolatuk, most már testvér kapcsolatuk Féllel. Aztán Alsószelinek Zombával. Kakasnak például Deákival. Tardoskednek Bonyháddal. A Magyarországgyűlés 2012-ben döntött arról, hogy április 12-ét a felvidékről kitelepítettek emléknapjává nyilvánítja. De a legfontosabb az szerintem, hogy az elmúlt években a nemzeti összetartozás érzését, sőt élményét tudtuk megerősíteni. Ezt láthattuk éppen egyébként tegnap előtt, aki vagy a tévén keresztül, vagy interneten keresztül, vagy személyesen is ott volt Csíksomjon, és láthatta azt, hogy az a 345 ezer ember mennyire fontosnak érzi azt, hogy ott legyen, újra zarándokként részt vegyen a pünkösdi szentmisén, illetve lovas zarándokként elvihettük a világ magyarságának ima üzeneteit azoknak, akik esetlegesen nem tudtak elmenni, és nem tudtak személyesen ott lenni a Csíksomjoni nyerekben. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Torna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője most arról beszélt, a kormány 2010 óta rengeteg felújítást és beruházást hajtott végre a külhoni területeken azért, hogy az anyaországhoz való kötődés élményét minél több határon túli gyerek, nő és férfi tapasztalhassa meg. Közel 1000 óvodát újítottunk fel, illetve ezek közül mintegy 175-öt építettünk, vagy az egész Kárpát-medencében Magyarországgal együtt 3000 templomot, egyházi közösségi teret újítottunk fel, illetve építettünk, ezek közül 1600 határon túl valósult meg. Éves szinten kb. 5000 egyesületet támogatunk a munkájukban, fejlesztéseikben. A történelmi egyházaknak a beruházásait is támogattuk. A bonyhádi megemlékezést a felvidéki Alsószeli község hagyományőrzőinek kulturális műsora zárta. Nyílt napot szervezett a Matthias Corvinus Kollégium szexádi képviselete Bonyhádon, a Percel kúriában. A tájékoztató délutánon a szülők betekintést nyerhettek az intézmény tehetséggondozó programjának képzési kínálatába, a gyerekek pedig belekóstolhattak a robotika tudományába. Most a feladatotok az, hogy ennek a motornak ezt a kékszínű hajlékony műanyag fülét itt a kis luknál található két függőleges bevágásba, szintén az előbb elvégzett módon, ahogy a vezérlő egységnél csináltuk, ugyanúgy bedugjátok. A gyerekek interaktív foglalkozás keretein belül ismerkedhettek meg a robotika szakterületével a Matthias Corvinus Kollégium bonyhádi nyílt napján. A Percel kúriában megtartott információs délutánon azon túl, hogy teljes körű tájékoztatást kaptak mind a szülők, mind a gyerekek az intézmény képzés rendszeréről, a diákok még egy robotot is készíthettek egy szakember segítségével. Daradics Balázs egy éve vesz részt a tehetségprogramban, ezen az előadáson megosztotta tapasztalatait a jelenlévő fiatalokkal.
próbáltam valami új kihívást szerezni magamnak, mert eddig az iskolában csak kiváló voltam, és gondoltam, hogy itt valami az iskolán és a tanításon túli tanulmányi fejlesztést kaphatok. A jelen pillanatban matematika van, azelőtt meg robotika, és volt még kísérlet, meg még internet használati tudatosság, meg még sok minden más. A matematikában például sokkal másabbak veszünk, például nem az összeadásokat, hanem a 3D-s formákat, az internet használati tudatosságban is sokkal többet tanultam, mint eleve egy infóórán. Magyarország legnagyobb tehetséggondozó intézményének szekszárdi kirendeltsége tartotta a nyílt napot Bonyhádon, azzal a céllal, hogy a szeptemberben induló új kurzusokra tudásra szomjas gyerekeket toborozzanak. Mint minden ilyen eseményen, most is érdekességekkel készültek a diákok számára. A mai délután a gyerekek robotikával ismerkedhetnek meg, ők saját maguk rakhatják össze tejfölös dobozból, különböző alkatrészek segítségével a robotot, majd miután ezt megépítették, akkor focizni fognak majd vele, és hogyha még egy pici idő marad rá, akkor lehet, hogy ugráló robotot is fognak készíteni. Vecsei Ákos robotika oktatónk érkezett el ma a gyerekekhez, és akkor ő fogja megmutatni nekik a robotikának az alapjait. Ezeket a szerkezeteket tablettel fogják programozni, és akkor ennek segítségével működnek majd. Teljes mértékben interaktív lesz maga a foglalkozás, tehát ők saját maguk építhetik meg ezeket a szerkezeteket. Hozzánk olyan gyermekeket várunk, akik nyitottak, érdeklődőek a világra, és nálunk is ugyanezt tapasztalhatják meg, tehát lényegében egy mini fit szombatot láthatnak most majd itt az érdeklődők néhány órába. Az MCC fiatal tehetségprogramja egy komplex képzési rendszer, ahol élménypedagógiai módszereken alapuló, gyakorlatorientált képzésben részesülnek az ide jelentkező gyerekek. Tavaly szeptembertől, most már Tolna megyében, illetve Szekszárdon is elérhető a Mátyás Corvinus Kollégium Alapítványnak a képzési repertoárja. 17 nagyváros mellett immár Szekszárdon is működik egy képviselet, ahova várjuk az általános iskola felső tagozatos diákokat, azokat, akik az 5. osztályt fogják megkezdeni, illetve a középiskolásokat. Őket 9-től 12-ig egy csoportba várjuk, az általános iskola felső tagozatosok pedig azok tudnak hozzánk becsatlakozni, akik az 5. osztályt fogják megkezdeni, ugyanis ez egy felmenő rendszerű képzés-oktatási struktúra. Iskolai időn túli képzéseket kínálunk, amelyek teljesen térítésmentesek, és olyan jellegűek, amik a közoktatásnak nem képzik a kereteit. Tehát, hogy néhányat kiemeljek, az általános iskolások például a robotikával találkoznak, a pénzügyi tudatossággal, az egészségügyi tudatossággal, különböző természettudományos kísérleteket végeznek. A középiskolások pedig tényleg csak néhányat kiemelve az általános vitakultúrával tudnak megismerkedni, a demokratikus vitázásnak az alapjaival, emellett pedig a jogba, a pszichológiába és különböző egyetemeken népszerű szakokba tudnak betekinteni, akár e-learning jellegű kurzus keretében, vagy pedig egy tréner által. A fiatal tehetségprogramba úgy tudnak jelentkezni a diákok, illetve a szüleik, hogy egy szülői ajánlást írnak a diákról a szülők, és ezt követően szeptemberben biztosítunk egy felvételi lehetőséget, ahol egy pszichológus csapat fogja gyakorlatilag leképezni a diákot, tehát EQ-t, IQ-t néznek, és különböző személyiségi jegyekre jellemző dolgokat, és az alapján döntik el a szakemberek, hogy bekerülnek-e a programba. Középiskolásoknál viszonylag egyszerűbb a helyzet, nekik egy, én úgy szoktam fogalmazni, egy kritikai esszét kell írniuk. Most itt nem kell megijedni, a kritikai esszé nálunk alapvetően azt jelenti, hogy néhány személyes gondolat, élmény legyen abban a műben, amit ő készít, ez pedig lehet akár egy sorozat, egy film, egy színdarab, vagy a kedvenc könyve, regénye, vagy bármi ilyesmi. A program 2022-es év folyamában június 30-áig lehet csatlakozni egy jelentkezési lap és egy szülői ajánlás leadásával. Azokat a tanulókat várják a képzési rendszerbe, akik érdeklődőek, kíváncsiak, több tudásra szomjaznak és egy összetartó közösség tagjai szeretnének lenni. Minden eddiginél színesebb programmal várta a családokat a Városi Gyereknap Bonyhád-Majoson. A szervezők kora délutántól számtalan ingyenes programmal készültek az érdeklődőknek. 3, 2, 1! Elindulhat a
Rengetegen ellátogattak a majusi sportpályára, ugyanis egy év kihagyás után újra megrendezték a gyereknapot a településen. A nap során színes programokkal készültek a kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A rendezvény talán egyik legnépszerűbb része a cukorka ágyú volt. Az úgynevezett cukorka ágyú nevű program történik most jelen pillanatban, amit a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a segítségével, meg más bonyhádi vállalkozóknak a technikai eszközeivel lett összerakva, és ez egy cső sűrített levegővel kilövi a cukorkát, és a gyerekek nagy örömmel itt gyűjtik meg a szülők itt a fűből. A mai rendezvény úgy gondolom, hogy a hagyománynak megfelelően nagyon szuperül sikerült, hála az időjárásnak, hála Isten a szervezőknek, hála Isten a sok támogatónak, és hála Istennek, hogy két év után újra meg lehetett rendezni ezt a rendezvényt, ami ugye nagy hagyományokkal bír itt Majoson ez a gyereknap. Ugye ez a 90-es évek elejétől folyamatosan volt eddig ez a rendezvény. A két év Covid sajnos az úgymond áthúzta a számítást, de idén úgy gondolom mindenki örül, hogy meg lehetett rendezni ezt a rendezvényt a hagyományoknak megfelelő színvonalon. Volt buboréksó, élő csocsó, arcfestés, népi fajátékok és mászófal is a gyerekek rendelkezésére állt. Ez a cukorágyú után az Alma Együttesnek lesz a koncertje. Folyamatosan vannak itt ügyességi versenyek, a gyerekeknek több ugye ugrálóvár, mászófal áll rendelkezésre, csillámtetkó, arcfestés, különböző ügyességi feladatok. Nemrég fejeződött be a habparti, amit ugyanúgy a Tűzoltó Egyesület segítségével tudtak ugye megvalósítani itt a rendezők, és én úgy gondolom, hogy mindenki megtalálja a magának megfelelő játékot, elfoglaltságot egész délutánra, és a rendezvény egy tábortűzzel fog majd este zárulni, és ha még marad cukorka, akkor nagy valószínűséggel lesz még egy cukorka eső még, amit a szokás szerint a megmaradt összes cukorkát, édességet, nyalókát ki fognak szórni majd a gyerekeknek majd a tűzoltó fiúk. Kerát vár már a föld bolygó, nincs más, ami fent a zöld forgás, nincs hajtás, ez az új iszjárás, zöld forgó világba bolyogó, csak kerát vár már a föld bolygó. Továbbá vetélkedőkkel, illetve kézműves foglalkozásokkal, sőt színpadi gyerekműsorral is szórakoztatták a kicsiket, akik körében a mindig népszerű cukorkaágyú és habparti, illetve ugrálóvár aratta a legnagyobb sikert. Kaptam arcfestést, és volt olyan, hogy van egy pohár, és azt végig kell fújni, és utána pedig aki nyert, az kapott egy ilyen kupont. Lufit kértem, és még ugrálóvárostam, mert azt a kettőt kipróbáltam. Az beszélés. Egy ilyen szivárvány, és ilyen csillagok vannak. Ha partiztam, fermáztam a mászófalra, és voltam ugráról várazni. Vagyizunk, és utána még egyszer pár mászok egy mászóra. Jó, a gyerekek örvendeznek, szeretik, vidámak, és ez kell a fiatalságnak. És nagyon, nagyon boldogok, ahogy látom meg mindenki, és minden, tényleg minden szülő is. Nagyon köszönjük a polgármester asszonynak, és hogy ilyen szép ajándéka meglepte ez a gyerek napi alkalmából. A hétvégétől ismét fogadja a strandolni vágyókat a bonyhádi termálfürdő. Bár a belépők árai a tavalyihoz képest nőttek, de a lakcímkártyát felmutató bonyhádi lakosok kedvezményes áron léphetnek be a strand területére. A sportpályát is feltöltötték homokkal, így a strandfoci vagy a röplabda szerelmeseinek is új lehetőségeket kínálnak. Thank you.
nyitja kapuit a város tulajdonában lévő bonyhádi termálfürdő. Farkas Attila, a Bonikom Kft. Ügyvezető igazgatója elmesélte, hogy a kiszolgáló személyzet teljesen felkészült a strandszezonra, minden igénynek igyekeznek megfelelni. Örömmel tudom tájékoztatni a lakosságot vagy a tévénézőket, hogy holnapi nappal, június 11-én a bonyhádi termálfürdő megnyitja kapuit. Tiszta lelkiismerettel, nyugodtan, szívvel, felkészülve várjuk a hozzánk betérőket. A nyitás megelőzően a hatósági ellenőrzések rendben lezajlottak, kisebb hibákat találtak, de azokat már orvosoltuk. Újdonságként szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy 5 éve nem volt áremelés a belépőket illetően, ezt már nem tudtuk elviselni, és a képviselőtestület oly módon döntött, hogy a felnőtt egésznapos belépők esetében különbséget teszünk bonyhádiak és vidékiek között. Ez azt jelenti, hogy kedvezőbb áru jeggyel azon bonyhádiak tudnak majd hozzánk betérni, akik a kasszánál belépéskor lakcímkártyával igazolják az itteni lakhelyüket. Az áremelések követően azért azt is szeretném mondani, hogy visszatérünk a korábban jól bevált gyakorlatunkhoz. Szintén a város döntésének megfelelően tudjuk biztosítani azt, hogy azon általános iskolák diákok számára, akik tanulmányaikat kitűnően végezték be, ez összesen 226 fő, azon gyerekek egész nyitvatartási időszak alatt térítésmentesen, ingyenesen látogathatják a fürdőnket. A fürdőüzemeltetői igyekeztek a strandoláshoz szorosan kapcsolódó sportok kedvelőinek is örömet szerezni. Van egy homok sportpályánk, ahol röplabdázni lehet, futballozni, illetve kézilabdázni. Ott időszerű volt már a homokkal való feltöltése, hiszen az évek alatt kihorták, eltűnt onnan, azt is megcsináltuk. Fejlesztésekről annyit tudnék még mondani, hogy látványos fejlesztéseken ezen kívül nem volt, azonban a magas szintű műszaki biztonság követelménye miatt a háttérben a technológiánkat tovább csiszoltuk, finomítottuk. A beléptetésnél továbbra is elfogadunk bankkártyás fizetésre, lehetőség van, illetve szépkártyával is tudnak fizetni, szolgáltatótól függetlenül a hozzánk betérők. Remélhetőleg mai nappal véget ér az a hosszú esős időszak, ami az agráriumban jót tett a gazdáknak, de nekünk, fürdőüzemeltetőnek ez nem volt túl szerencsés. Több száz emberrel várunk, főleg a hétköznap, a hétvégi időszakot illetően. Mondhatnám azt is, hogy nyerőcsapaton nem változtatunk. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan van egy büfésünk, aki a meleg ételektől kezdve a hideg ételekig bezárólag italokkal várja a vendégeket. Kedtől péntek időszakban reggel 6 órától várjuk a csak úszni kívánó vendégeinket, utána egy kisebb szünet lesz, majd 9 órától nyitjuk ki kapuinkat, és este 7:30-kor kérjük a vendégeket, hogy hagyják el a medencét, és 8:00-kor zár a létesítmény. A megnyíló strand 800 ember egyidejű kiszolgálására is alkalmas, beleértve minden kényelmi funkció biztosítását. Előzetes tervek szerint augusztus 28-áig biztosan üzemelni fog a fürdő, meleg időjárás vagy igény esetén azonban hosszabbítható a nyitvatartás is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!